Éppen megköszönöm, de most ezt halál komolyan mondom, gyerekek, mert nagyon ki akar jönni, mert nem ez az ordinozás. Jó reggelt, véletlenül üdv a csatornán, képen jelentkezik. Éppen a kombány tetejéről, gyerekek, verjünk bele, verjünk bele. A lecsóba, már nyomom is a háb... meg Sanyi. Egy kicsit nem biztos, hogy jó helyen mész. Ez az, gyerekek, nyomjad neki. Figyelni kell a kombányra, mert hülyeségeket csinál, ugye tudjátok, hogy miről beszélek. És marhára... Jajajaj, állj. Állj, stoj! Stoj! Merre elcseszte a képer? Igen, a legelsőbe. Ott. És miért? Miért ott? Miért nem ott? Várjátok. Akkor is szépen azt, hogy garázsd le, testvérem, hát ne szarakozzál velem. Oda néz, beviszi. És nagyon jól meg van csinálva, hogy csak az egyik oldalról viszi. Nagyon jó, gyerekek. Oké, csapjuk bele a lecsóba, aztán akkor csináljuk a dolgokat, mint az őrület, ugye tudjátok, hogy mit kell csinálni. Először is ki kell ugrani a kabajból, azt meg kell nézni, hogy mi a szituáció. Mész kell hozzá, beszezni kell a területet. Ugye? Állj, stoj. Oké, akkor mit fogunk csinálni? Beszezzük a területet. Meg fogjuk próbálni, hogy ez a traktor ezt el tudja vinni a beszezőt. Aztán, hogyha el tudja vinni a beszezőt, akkor nagyon jó lesz nekünk. Mert akkor ugye van még egy felesleges szabad traktorunk. Meg még ráadásul van egy kis babom, ugye is könnyűre állítottam a játékot, mert mondtátok, hogy igazából, hogy ha már egyszer gameplay sorozat, akkor miért nem állítom könnyűre, és akkor igazából az nem is csalásnak minősül, úgyhogy most már egy kicsit könnyebb lesz talán a projekt, annyiba, hogy ugye olcsóban fogjuk tudni eladni a dolgokat. Na, stoj, állj, járművekre ennyit költöttük, bore, de azért nem kevés ez a dolog, ugye? Ja, kicsit magasabbak az árak, és nézzétek, 2687-ért veszik a babot. A kikötőig a manuelvátorba is fölfele megy az ára, tehát majd valószínűleg egy kicsit még pergetünk bele az időbe. Viszont majd ezzel a verdával lehet, hogy messzezni fogunk, hát ezt ide be is állítom, aztán jól világ van. A másik verdával, ugye, a GCB-vel, mivel most már kettő traktorunk van, ugye nagyon jó ötlet volt megvenni a fentet, tudunk vetni instant, gyerekek, instant vető, ugye kultív vetés, meg ráadásul egy réteg trágya megy a földre bele. Úgyhogy gyerekek, itt már föl vannak sorakozva a gépek, gyűjtjük a pénzt, mint az őrület, és valószínűleg, hogy ugye még egy földet fogunk venni, minél hamarabban tudjunk dolgozni. Egyébként még egy kombájn is nagyon csúra jó lenne nekem, mert ugye kettő kombájnon sokkal hatékonyabban és gyorsabban tudnám dolgozni ezeket a földeket meg. Yes. De viszont kettő földet tudnék, akkor ugye folyamatosan tudnék dolgozni rajta, mert az egyiken ugye mondjuk vetünk, a másikon meg folyamatosan tudunk árátni, úgyhogy így kettő földdel iszonyatosan jó kis hozamot és nagyon frankó dolgokat lehet itt létrehozni, gyerekek. Viszont azt is még kigondoltam, beleváltok a kombányba, megnézzük, 29, ugye 30% egy ilyen hosszú, az azt jelenti, hogyha visszaér 60, és hogyha fölér ide a tetejébe, akkor lesz körülbelül olyan 90%-ot. Szóval okosba meg kell oldanunk ezt a dolgot, hogy hatékonyak legyünk, a GCB-t, azt egyből fölviszem, vagy GCB-vel egyből fölviszem ugye a csodálatos pautot. Egyből felviszem ugye a fő tetejébe, mert ott akkor meg is tudjuk üríteni kapásból. Viszont most jól fordult a kombányunk, úgyhogy boldog vagyok tőle. Gyorsan felviharzok bele, ugye vihetném a fentel is, de most ugye igazából mind a kettő gép szabad, addig ugye dolgozunk a GCB-be. Ez miért tiszta? Ja nem tiszta, jól van, azt hittem, hogy tiszta. Mondom, miatt úrra, csak elkaptunk egy olyan időjárás effektet, hogy baromira süt a nap. Na, veressük neki gyerekek, mint a veres egy házi, tudjátok. Hát ez, ja és egyébként teli hordó van volt a portba, mi? Ja, az utánfutóba, vagy mi? Teli hordó volt a portba, az a duma megy, gyerekek, az a duma. Na, ezt ide leraktam, azért rakom olyan messzi, nem is jó helyre raktam. A mellette lévő földet majd akkor kell megvenni, azt is majd kifundáljuk okosba, amikor lesz rajt valami, érted? Mert akkor kapásba ugye le tud daratni, ezt már ugye nyertél rajt egy hatalmas összeget. Ja, és még valamit akartam mondani, ugye lehet úgy trükközni, ezt így most így leszögezem, tudok róla, meg igazából ugye működik ez a projekt, hogy veszed a földet, learatod, utána gyakorlatilag ugyanannyira eladod, veszed a földet, learatod, ugyanannyira eladod. Nem, ezt nem akarom csinálni, azért ilyen, valamilyen szinten, úgymond autentikusan kéne játszani, hogy azért valami értelme legyen, ne használjuk ki az ilyen játéktechnikai, nem bug, mert igazából nem bug, hanem ugye a játéktechnikai előnyök kihasználásával én nem vagyok kibékülve teljesen, gyerekek. Na. Oké, akkor következő lesz szerintem, hogy kombájn itt végigér. Hát addig nem biztos, hogy neki érdemes nekiállni, mert ez ilyenkor egyébként, hogyha valakinek van affinitása arra, hogy mondjuk
szeret bérmunkázni, akkor ugye érdemes elmenni egy mellettünk lévő földre, és akkor nekiállunk bérmunkázni, és addig ugye, amíg dolgoznak a melósok, addig ugye még egy kis plusz pénzt tudsz keresni. Hát most egyelőre ezt nem oldom, nem csinálom meg, de nem biztos, hogy ebben a részben nem fogunk. Mert ugye egyébként mondtam, hogy nem fog bérmunkázni, de ha a föld szélébe állsz, az se jobb, érted, mire gondolok. Mivel ugye most le kellene messzezni, utána meg kellene kellene nyomni ezzel is, viszont az a gond ugye, nem gond, mert nem nagy probléma, csak hogy ő sokkal gyorsabb ugye, mint a kombájn, és a kombájn utána fogja érni, összeakadnak meg minden, addig nem biztos, hogy érdemes csinálni ezt a melőt. Viszont a messzezést azt már lehet, hogy már veredhetném, mindjárt rátolhatok a fentel. Szerintem ezt elviszi simán, gyerekek, nem? Mit gondoltak erről a projektről? Szerintem simán el fogja vinni, meg még ráadásul nem is ilyen így egy kicsit, még egy kicsit kiebbélhetik. Hát ezt most megcsinálom én magam, mert már miért nem? Mert igazából simán bele kijön az időmből, gyerekek. Úgyhogy verjük neki, mint a bolondok. Nagyon jó. Egy kicsit kilóg ugye ott a mész, nem számít, gyerekek. Mindig úgy van egyébként a mészfogyásom, majd ha kiérek a földről, akkor meg fogjátok látni, hogy nem kell aggódni, mert hogyha ott szórod, ahol nincs semmi, akkor nem fogja szórni. Tehát gyakorlatilag nem vonódik le a mész. Úgy van egy ilyen kis könnyítés, hogyha benne az ember nem tud célozni, akkor annyi mész terül el, amennyi tényleg elterül, annyit fog levonni, tehát ha minden igaz, legalábbis úgy emlékszem, ez így volt, kimegyünk a földről, akkor hiába van bekapcsolva a messzező, akkor is nem fog fogyni, majd mindjárt megnézzük, kiderítsük ezt így együtt, jó? De halljuk neki, gyerekek, a varjak, menjetek el innen, more! Ez egyébként ez tök jó kis feature, hogy vannak ma varjak, egyébként még egy-két őzet elfogadtam volna, milyen jó lenne egy kis lelegelnék egyébként a vetést esetleg. Nézd oda. Hát kipör... Igen, látod, figyeljé? Nem fogy. Nem, hiába ugye nyomja, nem fogy a messzünk, úgyhogy nincsen semmi gond. Úgyhogy ész nélkül lehet földet művelni, de mész nélkül ne. Ez megkapoljén volt, mi? Na, viszont gyerekek, combine-be belülünk. Marvel loktat, és akkor annyit csinálok, hogy én oda megyek, abban a pillanatban, amikor kiér, nyomok egy H betűt 1000-rel, hogy aztán már ki is megyek, akkor én nem kell akkor izolni, nem kell ide gyűnie, gyorsan kiürítjük, aztán azt csináljuk, skacok, megnézzük, mennyi lesz abba a pótba, szerintem egyébként elég szépen fog telleni. Na látjátok, egyébként azt is ugye szoktátok mondani, hogy miért nem veszek kisebb combine-t, és akkor csinálhatnánk azt, hogy ugye nagyobb vágóasztal, csak az a baj, ugye a cső hossz az általában úgy van megdefiniálva, hogy a combine host frankó legyen, érted? Tehát így mondjuk lenne egy ilyen rövid csövük, akkor mindig ide be kéne állni a vágóasztal mögé, hogy akkor ugye ki tud gyűríteni, hát az nem olyan jó. Egyébként babot azért érdemes vetni, ugye nem biztos, hogy jobban hozom a, mint a többinek, mármint nem jobban hozom a, szarabban hozom a, de drága. Lehet, hogy nem annyira éri meg, 100%-osan, azt akartam mondani, de az jó benne, hogy mivel nem olyan nagy a hozama, nem kell folyamatosan furikáznod, főleg, hogyha még nagyobb a földet, meg még több földet ugye fogunk mivelni, akkor nem azt kell csinálni állandóan hajtjuk, megyünk össze-vissza. Na gyerekek, ugye, most akkor tudnánk azt csinálni, amíg ez fordul párat, hogy megnézhetnénk akkor a földeket, esetleg egy kisebb földön valamilyen bérmunkát tudnánk csinálni, és nem csak azt számít ugye, hogy milyen földön, milyen bérmunka, hanem akkor... várjátok, hát itt van egy föld. Álljál meg, Keeper. Ja, de nem biztos, hogy itt van a izéje. Álljál meg. Ne, egyébként nem is tudom, hogy ebbe bérmunkáztam én. Valaha is, gyerekek. Nem tudom, lehet, hogy abszolút nem. Nézzük már meg. Te, 19-ben nem is bérmunkáztam, ugye? Várjátok, az nem úgy van, hogy most már máshogy van a bérmunka. Na, itt van-e. Aha. Látod-e? Nagyon jó. És ugye meg kell nézni, ja, oké. Okay. Cementgyár, szállítás. Megbízás, szállítás, tudom. Ja, szállítani kell. Permetezni, én igazából amikor ilyen nagyon sok pénzt tudsz vele keresni, iszonyatosan sokáig tart egyébként. Arra lehet számítani, gyerekek. Hát nem tudom, lehet kihogyom a bérmunkát, mert inkább termeljük meg minden zsetont. Mi mozog a zöld leveles csipke bokorba.
ez a zene, gyerekek. Ezt régebben szoktuk úgy énekelni, hogy mi mozog a jobb kapufa tövébe. És hogy volt tovább? Csak egy csatár, meg egy bek. És vagy, hogy volt? Hú, dörögnek a lövegek. Gólt rúgtak a... Be lehet helyettesíteni, hogy milyen legények, érted? Hogy nem és rádi legények, és akkor így be lehet, biztos lehet ismeritek is ezt a csodálatos notát. Egyébként most meg ugye le kell vinnünk majd a izét, a pautkocsit, mert ugye most meg már nem fog megtelni, mi a fönn kezdte, ugye mindig három sorral körülbelül megtelik, ez nekünk egyébként frankó. Annyit kellene megcsinálni, gyerekek, lassan már a vetőgép is mehetne, ugye, lemeszezzük, lenyomja a vető, meg ugye majd az első növekedési stádium után meg szépen le kell ugye még egyszer műtrágyázni, és akkor 165%-os haszonnal fog dolgozni a keeper, de egyébként itt fogy a izémászőünk, itt fogyogat, jól van, gyerekek, kicsit veretem, tudom, hogy tudnám munkással is csinálni. Igazából azt csinálom, hogy most ezt fölmegyek teljesen, és valószínűleg elindítjuk akkor már a vetőgépet. Nyomja, mint a bolond. És majd... Egyébként érdemes lenne egy silóra venni, mert akkor ugye el tudnám tárolni a dolgokat, és akkor lehetne játszani az árral, de most szerencsénk van egyébként, hogy a babnak az ára az marha sokat ér, sok az ára. És az így nekünk jó lesz egyébként, szuper. Na, veressük neki tényleg, kell a money, gyerekek, kell a money. Kikötői Gabon elevátorhoz visszük, jól van egyébként, nagyon jó, ugye? Franco, ugye csak az ántás meg a gyomokat kapcsoltuk ki, ugye mindenki, aki itt most kapcsolódik be a sorozatba, ugye az a lényeg, hogy valamilyen szinten meg akartam mutatni, hogy lehet ugye hatékonyan nyomni a Farming Simulator 19-et. Ugye nem is tudom hányadik résznél vagyunk, most kezdtük szinte, és már is ugye a viszonylag ugye nagy gépekkel, a legnagyobb vágóasztalra rendelkező kombájnnal vagyunk, ugye egy nagyon jó traktorral, meg egy olyan vetővel, amivel lehet dolgozni, ugye szárba rágja a Farming Simulator 19, hogy azt a földet kedved, meg itt a legalul, ugye tudod hol, itt ezt a 24-25-26-os, meg itten próbálkozzá, de én nem ajánlom senkinek, gyerekek. Na, hadd menjen a GCB. Levisszük azt, és akkor amikor leér, akkor megtöltjük, kiürítünk, még szerintem az belefér egy kombányi, talán, és akkor visszük is Gabon elevátorbe. Egy nagyon picit lehet, hogy belepörgetünk majd az időbe, okosba, de szerintem nagyon magasabbra nem fog menni az ára, minimálisat, higgyétek el, gyerekek. Na igen, hát ez a traktor, ennek nem ennek találták ki ezt a pótot, ez biztos, viszont látjátok, ezért jó volt, érdemes volt megvenni ezt a traktort, még akkor is, hogyha nem egy 200-al húzza, hanem csak 22-vel ezt a pótot, de legalább közben tud, hogy a GCB okosan dolgozni, ott okosban tudja nyomni a melót, és nem kell kivennünk ugye ennek a sorozatnak a lényege ugye a hatékonyság, hogy minél gyorsabban próbáld meg minél több pénzt csinálni, és ennyi, gyerekek, itt nincs appelláta, itt tényleg arra kellene rámennünk, és emiatt nem, az a lényeg, hogy próbálj meg mindig csinálni valamit a hatékonyságnak, ugye tényleg az a fő ismérve, hogy folyamatosan valamit, hogy menjen a meló, érted? És azért is lenne jó két föld, mert ugye, hogyha az egyiken aratunk, hoppá, bele kell mindenképp pörgetnem egy picit az időbe, az egyiken aratunk, hoppá, nem ezt kellett volna megnyomnod, keeper, rosszat nyomod, ugye az egyik földön aratnánk, akkor a másik földön tudnánk mondjuk mást dolgozni, és akkor ugye nem kellene például arra se várnunk, hogy mondjuk vetünk, vagy aratunk, hanem akkor a másik föld, egyik vetve van, a másik aratva, és akkor ugye már kettő föld, ez gyakorlatilag folyamatosan tudná dolgozni, arról nem is beszélve, hogy ha már több földed van, akkor meg még inkább, meg ugye több kombájnod, akkor még inkább. Úgyhogy erre próbálunk ráhajtani. Na, leír a izé kombájn, akkor ugye azt csináljuk, hogy leárhatunk, leürítjük, várjál, mit beszélsz, leállatunk, beszélsz, össze-vissza, keeper. Ez még mindig egy kicsit növekszik, oda nézzél. 2712-2800, folyam nem igen szokott menni, de később majd fogunk venni mindenképp silót, és amikor már nem szükséges az, hogy instant adjunk el mindent, akkor azt csináljuk, hogy ugye
Magtára megtelt. Nagyon, olyan, nagyon ki van számolva gyerekek. Nagyon ki van számolva. Megint azt csinálom, hogy ugye kombányt hozom ide, nem tökörészünk. Oda nézzetek, 83%. Amíg elvisszük ugye a terményt, addig le is fogja aratni a maradékot valószínűleg. Jó, H betű, gyorsan, O betű. Nem tökölünk. És kb. Jól indítottuk el szerintem a izét is, a vetőgépet, mert kb. Majd, hogy nem utol fogja ugye érni. Viszont majd izéni kell, nem szabad elfeledkezni ugye. A messzezést azt toljuk még. Toljuk még. Jó lesz ez. Hát az sokkal ugye szűkebb a munkaszélessége ennek a gépnek, úgyhogy ezzel nem lesz probléma. Viszont. Lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy átcsatolunk ezt a traktort. Ezzel a traktorral azért meg fogunk küzdeni más gyerekek. Már nem nagyon fogja bírni ez a izét. Elég sokáig fog tartani a gabona elevátorból megfordulni vele. Hát, de azért szerintem belefér az időbe. Jól van. Körülbelül, majd meg kell állítanunk akkor esetleg a melóst. Úgy, ez meg hadd menjen. Ránézzünk az árakra is, nehogy elcsesszük. 2740 nem nagyon megy feljebb már. Viszont itt ugye az időt kell pörgetnem mindenképp a izé miatt. Mert ugye még nincs beérve, hát egy kicsit ilyen bagosan akar beérni, nem tudom, ez sose tetszett, de ezekkel élünk sajnos. Megyünk a Gabana elevátorhoz, azt sasoljuk ezt a földet ezerrel közben, meg még ráadásul ránézek az árakra is, 2746, jó, hat menjen, igazából ott is tudunk pörgetni, amikor már ott vagyunk, 84%, semmiképpen nem fog beleférni a többi, úgyhogy érdemes elindulni most már. Ugye, kikötői Gabana elevátor, ilyen ezt be is lehet jelölni, hogyha esetleg akárjuk, meg még esetleg a Keeper véletlenül rosszat nyomott, azt lecsatlakoztatta a pótkocsiját is. Na! Adjál neki Sanyi, itt szépen a betonúton elmegyünk, igaz, egy kicsit emelkedő lesz, hát nem fog nagyon veretni, nagyon durván a gép. Ugye, de ugye ebbe például a nagyobb motort bele lehet rakni, de szerintem már le is írtátok, hogy dobjál vele a nagyobb motort, hát lehet, hogy fogunk bele dobni. Egyébként ki akarok mindenképp építeni egy ilyen kis frankó bázist magamnak, úgyhogy lesz olyan, hogy ezért szerelőműhely, meg mindent, majd valamit alkotunk gyerekek. Itt ezen a földön lehet, hogy átcsummantok, aztán mindjárt ott is vagyunk egyébként. Viszont arra figyeljünk, hogy a messzezés az meddig van elhúzódva ott. Közben ránézek, mert ugye elég a látótávolság, úgy látom, nincsen a helyzet magaslatán. Jó, majd ráváltunk, evisszük a cuccost, aztán akkor ráváltunk közben, jó? Oké, gyerekek. Jó lesz ez. Kitiportjuk a szomszéd vetését, mi? Jó. Mindjárt ráváltok mindenképp. Egyébként tolja a traktort ez a pót, mint az állat. Ilyenekre ugye lehet felkészülni, hogy az viszonylag jó a fizika játékban, hogy szenved vele. Hát az a lényeg, az a jó, ugye... Vesd be 10 hektár, gyerekek. Nagyon jók vagyunk. Az a lényeg ugye, hogy lefele kellett hál' Isten menni ezzel most, rakottan. Úgyhogy visszafele már nem lesz olyan veszélyes. Mint vagyunk mindjárt. Rá is váltok a íz a GCB-re. Esetleg ugye át is tudunk csatlakoztatni rá, azt munkás majd megcsinálja nekünk szépen a ízét. A messzezést is nagyon tolja gyerekek, nagyon tolja. Itt bevegyünk, ami nem igazán legális, de jól van. Oké. Mindjárt. Mindjárt odaérünk, azt lesz egy kis manning gyerekek. Egy kis, nem is tudom, mit is szokott mondani, hogy... Oké. Várjátok, mi szituáció itt? Aha, jól van. Jó, van, még egy elfér, nem fér el, jó. Na, ürítsed már, more. Na, ebből lesz pénz, gyerekek, ebből lesz pénz. És még egy, hát ennyit nem is, de azért még tudunk hozni. Szuper. Az a lényeg, következő földet tudjam megvenni gyerekek, utána meg lehet, hogy még egy kombájra, ugye a kombájn mindig, basszus, most szeretnék mondani nektek egy hasonlatot, oda nézzen a vonat. Egy hasonlatot ezzel kapcsolatban, hogy igazából, mindjárt gyerekek, csak itt hadd dolgozzam ki a stratégiámat. Jók vagyunk egyébként, frankók. Ezt meg akarom állítani egy picit, szeretném le... Az a baj, hogy nem is látom, hogy meddig történtek a dolgok akkor, hogyha ezt nem állítom meg. Álljál meg, Sándor. Úgy, jó. Na, hasonlat gyerekek. A hatékonyságról visszatérve. Ugye, szokták mondani azt, és ez egy nagyon jó példa, és aki foglalkozik számítástechnikával, az tök tudja, meg mindenki, aki hogyha gépet építesz, azért is hasznos az info, hogy olyan gyors géped van, számítógéped neked,
mondjuk ami van, ami nézed ezt a, hogyha nem telefonon nézed ezt a videót, az pontosan olyan gyors, mint a leglassabb alkatrész benne. Tehát, hogy hiába van neked nagyon gyors processzorod, hiába van nagyon gyors RAM-od, hiába SSD játszó, hogyha szar a videókártya, akkor olyan gyors géped van, mint ami az a videókártya, mondjuk a játékra használod. Hogyha mondjuk lassú a, mondjuk a RAM-od, akkor ugye olyan gyors a számítógéped, mint a RAM sebessége, mert hiába gyors a processzorod, hiába SSD játszod, de hogyha mondjuk szar a RAM, keveset enged át, kicsi, akkor ugye azzal probléma van. És hiába a többinek a keresztence, ez úgy kell elképzelni, mint hogyha csövökön menne át az adat, és ha hiába vannak vastag csövek, ha közben van egy vékony cső, akkor csak olyan vastagon tud átmenni a víz, a vastag csövökön is olyan vastagon fog már átmenni, olyan nagy intenzitással. Na, ezt ha átvisszük a mezőgazdaságra, itt mondjuk erre Farming Simulator 19-es sorozatra, olyan gyorsak vagyunk és olyan hatékonyak, mint az a részegység, az a munkafolyamat, és azért nem mondok gépet, mert ez több gépre is igaz lehet, hogy ami a leginkább nem hatékony. Tehát, hogyha most a kombájnunk lassú, nekünk hiába van baromi nagy vetőnk, hiába van gyors traktorunk, hiába van minden, de ha van egy kombájnod, és az lassan csinálja a dolgokat, az meg... Ajajajajaj, várjatok. Majdnem... Jó, azért sikerült bekapcsolnom a rádiót is, majdnem... Szerintem ott már beérett, jó? Ja, és még mindig nem! Hallod, azért itt vannak bajok, na. Még mindig pörgethetek, ez azért kemény, na. Ugye, hogyha van egy kombájnod, ami nem elég gyors. Vagy kombányaid, és arra várni kell, hogy azok végezzék a munkát. Akkor hiába vannak mindened, akkor mindig arra kell várnod, mindig az a kombány, mindig az aratás megfogja ugye az egész folyamatot. De viszont ugye ezért kell mindig azt fejleszteni, ami a legszarabb. Mindig az. Nem az, hogy most hiába vennék nagyobb traktort. Nem. Egyszerűen nem, semmi értelme nem lenne, gyerekek. Mindig az kell... mindig azt kell fejleszteni, amelyik a hát ezt nagyon szarul oldottam meg, jól van, nem baj. Mindig azt kell fejleszteni, amelyik ugye a leginkább. Nézzük, kombányban mennyi van? 74%. Hát, ez valószínűleg nem fog beleférni, úgyhogy cseszheti a keeper. Úgyhogy fogjuk a GCB-vel, ugrunk a pótra, és akkor elhúzzuk mellette szépen, valószínűleg addig meg is fordul, és akkor már visszafele tuti, hogy bele fog férni. Viszont... Igen. Jó. Érdekes az a vetés, hogy az... Na most már jó, oké, okay. Várjatok. Lelassítom, nem akarok éjszaka dolgozni. Oké. Okay. Na, azt akartam mondani, hogy akkor mindig ugye azt érdemes fejleszteni, ami a legszarabb. Ugye mint a számítógépedben, és mindig azt cseréld ki azt az alkatrészt, ami a legrosszabb. Mert ugye akkor lesz gyorsabb. Hiába mondjuk cserélsz mondjuk a nagyon gyors processzorodat, kicseréled egy még gyorsabb processzorra, hogyha mondjuk valami szar. Érted? Érted, mire beszél a képer? A gyere testvérem, ops, bocsánat, kívánok. Kicsit odébb tettem, mi? Jó, tudom tempomat, lehet bekapcsolni. Ne is írjátok, léci. Nem kapcsolok tempomatot, felesleges nekem, ez nem kell. Okosba elmegyük belette. Azt a glaze módot, azt jó lenne egyébként beraknom, mert azért az kicsit hiányzik. Ja, menjünk van, 130 ezerünk van, gyerekek. Ugye fogy a pénz, mint az állat. Szoktátok írni, Jézus Keeper, fogy a pénzet, hát ugye messzezik a csávó, itt taratnak, úgyhogy fogy az üzemanyag, fogy ugye a mész, úgyhogy ezek ilyen dolgok. Na jó van, gyerekek, szerintem ez frankó. Visszamegyünk, azt indítjuk a izét. Úristen, itt egyébként akkora hepahupák vannak, hogy az őrület. Indítjuk a... vetést. Ezerrel. És eladjuk a maradék... Hát nem is kell eladni, ugye? Fölösleges eladni a maradék babot. Megnézzük a földeket, ugye? A földekre kéne gyúrni ezerrel. Most más nem nagyon akarok venni, mert akkor meg sose lesz földünk. Ugye most megvettük a traktort, lehet, hogy nem vesszük meg a traktort, akkor lehet, hogy az lett volna, hogy... Nem kellett volna... Vagy meg tudtuk volna venni hamarabb a földet, de viszont így azért sokkal hatékonyabb, látjátok, ugye nem egy traktor van,
hanem kettő, és így tök jó. Nekem ez így most kellett, tenni több traktor most egyelőre nem is fog kelleni, de egyébként tényleg. A következő lépés föld, és utána mindenképpen combine. Ezeket kell. Hát kicsit kitűrülni nem baj az gyerekek. Jó van. Oké, ez is végez. A kombájnunk az meg ne forduljon meg, hanem azt majd én itt learatom ezt a részt. A hosszú csik az meg ott rohadjon meg, gyerekek. Ezt itt lekapatom. Addig ráérünk. Egyébként a munkással való csináltatod a dolgokat. Arra is most hadd térjek ki. Biztos mondjátok, hogy hát miért nem csináltatod, miért nem te csinálod a folyamatokat. Ugye meg tudnám csinálni sorba egymás után a folyamatokat munkás nélkül is, viszont ugye szokták mondani az időpénz. Azzal, hogy én munkással csináltatom, lehet, hogy hamarabb termelek több pénzt, igaz, hogy pénzbe is kerül, mint hogyha én kezdek el végig menni mindenhol. Viszont, hogyha éppen van szabad kapacitásod, akkor érdemes csináltatni, vagy nem munkással csináltatni. Ugye most például dolgoznak a melósok, most nem tudtam volna más csinálni, csak néztem volna, hogy éppen ez learatja fölöslegesen. Nem kell, nem, aznak már nincs értelme. Most például ugye, hogyha nem állnék neki magam dolgozni, akkor néznem kellene, hogy ezek hogy dolgoznak. Annak sincs értelme, ezért érdemes ilyenkor átvenni ugye a munkástól, amikor nem tudsz más csinálni. Nem fölösleges nézni, hogy ők mit csinálnak, de viszont amikor te tudsz mit csinálni, akkor meg hadd dolgozzanak a munkások, mert akkor hamarabb termeled a pénzt. Vágjátok, ugye tesóim? Ugye akkor ennyit kell csinálni, hogy le van meszezve, az szépen elveti, utána le kell még egyszer bütrágyáznom, ugye? Szóval, igen. Ja, és egyébként a vetőt, azt szeretem munkással csináltatni már csak azért is, mert ugye akkor nem kell megtöltögetned. Ugye meg tudod, akkor így megveszi magának a minta trágyát is, meg mint megveszi a magot is. És ugye akkor nem kell elmenned ugye venni, hordot, tenni, akármi, ugye így is ugye pénzbe kerül, mert akkor úgy veszed meg. Te veszed meg, te mészel érte, sok idő. Az idő az pénz. Ez egy fontos dolog. Az idő az pénz, gyerekek. Ezt meg mivel ugye úgyse tudom lehúzni egyszerre, tök mindegy, hogy megyek, majd a következő sorba végig gangolunk. Most közben meg el is megyünk akkor, amíg megint úgy van, ugye. Most mondhatjátok ugye, hogyha ezzel végzek, akkor átvertem a vetést is. Nem veszük át, hanem akkor addig elfoglaljuk magunkat, csinálunk hasznos dolgokat, például elmegyünk mészért, mert az mindjárt kelleni fog, mert ugye látjátok csak 31%. És így akkor nem áll meg a termelés, szépen munkást csinálja Frankord, mi meg elmegyünk mészért, esetleg ha visszaérünk, akkor átvehetjük a munkást, de amit az előbb említettem, én nem szeretem átvenni, mert akkor meg az van, hogy szenvedhetek vele, hogy megyek el, töltsem meg a vetőt. Igaz, nem egy olyan nagy kusz, de ugye megint idő kiesés. Jó, srácok. Oké. Igazából az időszakos szántást is berakhattam volna, mert csak ugye baromi sok idő, retteltesen sok idő szántani, de most én azért nem fogok szántogatni, ne haragudjatok meg. Meg ugye a kettő nagyon időigényes dolog, ami én úgy érzem ebben a játékban szinte már csak a valamilyen szinten jó, a realitás is természetesen, de valamilyen szinten időhúzás, például a gyomírtás vagy a gyomtalanítás, ugye ugye vannak ezek a különböző gyomláló eszközök, ezzel végig kell kütyülnöd, és nagyon lassan húzza a gép, nem valami nagyon-nagyon szélesen dolgoznak, és nem, nekem az nem jön be, gyerekek. A szántás az meg ugye viszonylag, még a nagyobb ekékkel is eléggé hosszadalmas, az se, nem. Főleg ebben a sorozatban egy ilyenben én nem akartam ezt a kettő dolgot berakni. Oké, gyerekek, ezt akkor már visszük is vissza, mint az őrültek. Ja, nem visszük vissza, álljál meg, Keeper, elmegyünk ugye mészért. Ez pont jó, mert ugye, na ezért is baromi jó helyen vagyunk egyébként. Tényleg itt van ugye a bolt nagyon közel, viszonylag az eladóhelyek is már közel vannak, meg itt van ugye ez hőerőmű is, és ugye itt például mészen meg tudjuk tölteni,
nagyon, ez egyébként nekem nagyon bejövő, és ugye itt van valahol a mésztároló? Valahol ott van egyébként. Nagyon jó, nagyon tetszik. 131 ezrünkben gyerekek, akkor ki lehet számolni, hogy minimum lesz 300 ezrünk szerintem, hogyha még egyszer ugye megcsináljuk ezt a bizniszt. Menjünk egy kicsit közelebb, 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 mészindítás. Na, mondom mész. Nem mész. Ja. Hát így, látjátok például ilyenkor, hogyha így töltöm meg, így fizetem ki. Ha munkás csinálja, akkor meg akkor veszik meg. Ennyi az egész, nem mondja olyan. Nem olyan nagy különbség van közte. Így meg ugye például addig nem tudok más csinálni. Na. Oké. Okay. Jól van. Nézzük rá. Jó, ezt csinálját felét levetettem már. Igen, egyébként, ugye ezért lenne jó, hogyha most például a másik földünk lenne, akkor azt úgy állítanánk be, hogy például azon most már tudnánk aratni. Menj, egyiken vetés, meg ugye a többi munka, a másikon aratás. És itt van mellette, és azért is jó ezt a részt megvenni, hogy baromira közel vannak a nagy földek egymáshoz. Mert hogyha ugye itt megvetted volna... hol vagy? Igen, hogyha megvettük volna ugye a 21-25-26-ot, az egy rémálom, ilyen tök dombos, tök szar hely, nagyon iszonyat picik ezek a földek, hát láthatod, hogy mekkora ahhoz képest, borzalom, és nem tudsz terjeszkedni, viszont ugye megvettük ezt a nagyon frekventált helyen lévő 12-eset, és a mellette a 6-ost, azt megvettük, szinte ugyanott van a kettő, 13-os ugyanott van, gyakorlatilag kapásból három ilyen extra nagy földet lehet, viszonylag nem is olyan, majd nem is olyan drágán. Közel a bolthoz, közel mindenhez, onnan át tudsz ugrani a 7-eshez. Utána egy nagyobb ugrással ott már elég sok pénzt tudsz termelni a 4 földön, ugye a 12, 6-os, 13, 7-esen. Hogy a 8-asat megvedd, és megvan, szinte megvan ezekkel a földekkel, amik itt vannak. Szinte, szerintem területre minimum felét az egész mapnak már birtoklod. Mert hogyha ezeknek a területét összeadnád, a 6-os, 7-es, 8-as, 12, 13-as, szerintem ez minimum annyi, mint a maradék terület. Mert ezek semmit nem, ezek sokat számítanak, itt van egy pár nagy. Meg ugye utána, ugye ezt a középső szekciót tényleg ugye meg tudod szerezni, és látjátok, hogy például mind a földnek mindkét végén, itt is a 8-asnak, ott is a 8-asnak eladóhelyek, meg még ráadásul aszfaltos út, 11-es mellett is így végig, mindenhol ugye, egy körbe öleli ez az egész. Úgyhogy ez így frankó. Na, gyerekek, annyit csinálunk, srácok, hogy akkor én ezt így hagyom, levettetem, csak akkor most nem fogom azt így felvenni, hanem akkor onnan indulunk tovább, hogy következő részbe, hogy műtrágyázás, és utána ugye nő és aratás. Oké, srácok, akkor innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó. Természetesen a sorozat folytatódik, ne aggódjatok, mert írtátok többen, hogy na, mikor lesz már a tutoriál sorozat. Mindenképpen menni fog ez így tovább. Köszi szépen, csumicső!